hanyadik alkalommal vagytok itt a boltban? Első. Yes. Hogy érzitek eddig magatok? Nagyon jól. Honnan érkeztetek? Zöldövökről. Milyen érzés itt lenni? Régóta készültök már? Hát egy ideje lánybúcsú, úgyhogy eléggé. Milyen koncertre jöttetek? Leginkább Slash, ugye régi nagy kedvenc, úgyhogy már alig várjuk, hogy elkezdődjön. Egy kis közvéleménykutatást végzünk. Mi az a három dolog, ami megtalálható a táskátokból? Mi az, ami nélkül egy lány nem mehet el fesztiválozni? Telefon töltő meg a fésünk. Azt tudja, hogy nálunk van mindig. És nálad? Nálam is. Van-e olyan dolog, amit mindig magatokkal visztek, és hogyha kéne választani ezek közül hármat, mi az, ami mindig ott van nálad? Készfertőtlenítő. A nedves törlőkendő, meg az alapozó és a rúzs! Most egy kis közvéleménykutatást végzünk. Mi az a három dolog, ami mindig megvan a táskádban egy fesztivál alatt? Zsebkendő, kéztörlő, vagy mi az, nem, mi ez a kézfertőtlenítő és cigim. És szia-szia, üdva voltam, hogy érzed magad? Én nagyon jól érzem magam, minden nagyon szuper. Hanyadszorra vagy itt? Másodjára vagyok itt. Ma miért jöttél? Slash miatt, tehát egyértelmű, más keredi meg Slash. Mi van a táskádban? Ma erről forgatunk, hogy ki, mi az a három dolog, amit minden alkalommal elvisz magával? Mondom. Mondanám egy telefon. A személyim. Meg zsepi. Zsepi biztos, hogy van. Tehát, mi az a három dolog, ami mindig benne van a fesztivál cuccotokban? Minélkül nem mehet el egy lány fesztiválozni? Napszemüveg. Papírzsebkendő. Papírzsebkendő. Szájfény. Nálad mi az a három dolog, ami mindig ott van a zsebedben? A bankkártyám, az első kabátom és a jó kedvem!